Júniusban befejezik a Hászei templom felújítását. A tető és az épület külső homlokzata szépül meg. Radó Tamás plébános elmondta, a Szent Anna templom orgonáját is rendbe rakják. A beruházás költségei meghaladják a 1,5 millió forintot. Azt szoktam mondani, hogy minden kezdet nehéz, és nem csak a kezdet nehéz, hanem a visszatérés is nehéz. Hát éppen ezért kérem a kedves testvéreket, hogy alkalmazkodjunk az újra helyzethez, és térjünk vissza a templomba, hiszen hallottuk már vasárnap, hirdettük ezt, hogy úrnapjától kezdve az oltári szentség ünnepétől visszavárjuk a híveket, 65 év alattiakat elsősorban, hiszen most már érvényes a szentmisén való részvételnek a kötelezettsége, a szentgyónásnak a kötelezettsége, ami ott felmentés volt a járvány időszak alatt éppen 3 hónapon keresztül, tehát őket várjuk vissza, és aki ide betér a templomba, annak örülünk, és továbbra is kérjük azt, hogy valóban személyesen vegyünk részt a szentmise áldozaton és a liturgiákon, amivel kifejezzük egyrészt a hálánkat az Isten felé, megköszönjük, hogy megvédett bennünket. Aki itt volt templomban, vagy nézte online közvetítésen, tegnap hirdettük azt, hogy jövő vasárnap Úr napján, nem a körmeneten, hanem az esti szentmisén hálaadást tartunk, hálaadó szentmise lesz, mert olyanok vagyunk, mint a gyerekek, hogy kérni nagyon szépen tudunk és könyörögni, hálát adni és megköszönni már kevésbé, és úgy gondoltam, mi legyünk az elsők, akik megköszönjük a gondviselésnek, az isteni jóistennek, hogy megmentett bennünket, megmentette környezetünket ettől a járványtól. Kicsit talán könnyedén kezeljük ezt most, de amikor benne voltunk az első hónapnak a vége felé, akkor kicsit jobban átéreztük, hogy milyen baj van, és milyen baj érhetne bennünket. És a gondviselés megmentett bennünket. Én mindig a házasságot szoktam emlegetni, hogy mindig kettőn áll a vásár, ugyanígy az keresztény életben is kettőn áll a vásár, a gondviselő Istenen és rajtunk. És éppen vasárnap volt az olvasmányban, hogy az Isten irgalmas, türelmes, hosszantűrő és hűséges, aki szeret és adományait nem vonja meg az embertől, ő részéről mindent adva volt és mindent megadott nekünk ahhoz, hogy a járvány elkerüljön bennünket. Most pedig ott van a másik oldal, az emberi oldal, hálát adunk az Istennek, és megköszönöm a kedves testvéreknek, hogy komolyan vették, és megvolt a másik oldal is, elfogadták az egyháznak a kérését, egyháznak az előírásait, és éltek vele, és nézték online közvetítésben a szentmiséket és a litániákat, amit újra csak nagyon megköszönök, és megtartották az állami törvényeket és előírásokat. Tudjuk azt, hogy nem mindig könnyű volt, és nem mindig könnyű megtartani továbbiakban sem, most még egyre nehezebb megtartani ezeket, mert már kicsit szabadon érezzük magunkat, de ez a kettő nagyon hozzájárult ahhoz, elsősorban az isteni gondviselés, az emberi hozzáállás, hiszen ez mindenhez kell, ez a kettős dolog, és ezért adunk hálát most vasárnap majd este az isteni gondviselésnek. És azt is szeretném itt a nyilvánosság előtt elmondani, hogy március 25-e, illetve május 15-e között 11 testvérünket kísértünk utolsó útjukra úgy, hogy nem tudtunk értük szentmisét bemutatni, és akkor ígértük, hogy kerítünk rá alkalmat, hogy értük közösen mutassunk be szentmisét, és erre Jézus szíve péntekén, úrnapja utáni pénteken, tehát 19-én kerül majd sor, amikor este a 7 órai szentmisét, a 11 elhunytét ajánljuk fel, hívjuk a hozzátartozókat is erre a szentmisére, amikor értük, imádkozunk és pótoljuk azt, amit akkor a temetés napján nem tudtunk megtenni. Aztán kicsit előre tekintve is, ami még itt a templomi élet és vallásos életet illeti, az első áldozók felé mondom és üzenem az első áldozóknak, aki szeptemberben elő volt írva, és megbeszéltük az időpontokat, hogy mikor lesznek az első áldozások, tehát továbbra is tartjuk azt, hogy valami nem jön közbe, tehát rendesen a szeptember utolsó vasárnapja, illetve október 1. és 2. vasárnapján az első kettő a katus iskolájé, a harmadik pedig a pálca és a Széchenyi iskola első áldozása. A legnagyobb kérdés az a bérmálkozók, és megértem a nehézséget, megértem a problémát, a fiatalokét, mert egyben együtt a szülőkét is, és nagyon hálás vagyok a fiataloknak, akik most már 10-esek lesznek szeptemberben, hogy ilyen szép számba vállalták a bérmálkozást, és ősszel meg lesz. Tehát meg kell nyugodnunk, meg lesz ősszel.
próbálok olyan lenni, mint az Isten, aki irgalmas, tehát én is próbálok nagyon irgalmas lenni, tehát nagyon kevés találkozást, egy találkozásra számítok, hogy összejövünk a bérmálkodás időpontja előtt a fiatalokkal, mert nagyon sokat tettek ők a szülőkkel együtt a bérmálkodásért, hiszen nem 8. bérmálkoztak, aztán 9. is már kicsúsztak ebből az időből, és vállalják ezt 10. év elején, tehát mihelyt időpontunk lesz, Facebook oldalon, Préban oldalán, az ima perceken keresztül mindenki hozzá fog férni, legelső időponton megkapjuk, és már továbbítjuk is, hogy mikor lesz a bérmálás, tehát ősszel meg lesz nekik is. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a következő 9. osztályos, a mostani végzős 8-asok is szép számban jelentkeztek bérmálkozásra. Ez egy nagy ajándék, ez megint Kapuvár, ebből látszik, ez Kapuvár, hogy fontosnak tartják a vallásos életet, a meggyőződésből fakadó, hitből fakadó életet, és köszönöm, hogy ezt vállalják, hogy pedig majd a következő tavasszal lesznek, reményeink szerint majd bérmálkozók. Tehát akik most lettek volna bérmálkozók tavasszal, azok fognak ősszel majd bérmálkozni, és erről megfelelő módban kapnak majd tájékoztatást. A felújításokról volt szó, ami megint csak egy kapuvári dolog, hogy 10 éven belül, tehát kb. 10 éve, amikor a felújításokat elkezdtük a plébánia építése után, a kapuvári nagy templomhoz tartozó, Szent Anna templomhoz tartozó összes templom valami módon felújításra került. Tudjuk, hogy a nagy templom a tetőtől kezdve kívül belül teljesen megújult, temető kápolna a nagyvárosi segítséggel és a többi templom is városi segítség mellett, és a hívek adományán keresztül újult meg. Aztán ide tartozik bele a ferences templom, ami teljesen önerőből megvalósult belülről a felújítása, és már nagyon ráfért a Hászai templomra, amit már többször is mondtunk, hogy az állami támogatásból, hívek adományából, az önkormányzatok támogatásával, és nem utolsó sorban Zsebedi József kanonkornak, az elhunyt plébánosunknak az örökségéből megy a felújítás, és nagyon szép ütemben halad, és a járvány sem akadályozott bennünket ebben a felújításban, hiszen már áprilisban elkezdődött ez a felújítás a tetővel, ami el is készült már a tető, most a külsejénél tartunk. Az első festés már külsőleg is megtörtént, tehát júniusban befejeződik a házi templomnak a felújítása. Mellette elkészült, hiszen tudjuk azt, akik ott laknak, hogy nem szólt a nagy harang, azt is elkészítették, új harangozó óra lett, tehát minden megvalósult ahhoz, amit szerettünk volna a házhelyi templomon, és mivel szeptemberben van a szentelési évfordulója a templomnak, a püspök atyát erre szeretnénk majd megkérni, szeptember 11-e egy pénteki napon este 17:30 ünnepi szentmisére és a templom külső megáldására. És ez nagy templomba is még nem értünk semminek se a végére, az orgona következik, hiszen már hosszú ideje nem volt hozzányúlva, most amikor kidőltek évvégén a sípok, akkor egy kicsit helyrehozva, de nagyon ráfér a felújítás, ami valamivel több mint 1,5 millió forintba kerül, és újra csak megköszönöm a kedves híveknek, a rendszeres templomba járóknak, hogy az egyházi hozzájárásokat megfizetik. Tudom, hogy most nagyon nehéz lesz ebben az esztendőben, de nagyon szépen kérem, hogy nagyon örülnék neki, ha nem lenne ebben lemaradás az egyházi adóban, hiszen tudjuk, hogy ebből történnek ezek a felújítások, a templomnak, az állagának a megőrzése, tehát hogy mindent időben meg tudunk tenni, és amit ebben az évben megterveztünk, az egyházi adóból is történnek ezek a felújítások, tehát nagyon szépen kérem, hogy amennyire lehetőség van ebben az évben is, éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy támogassák az egyházi hozzájáráson keresztül templomunkat. Őszre volt tervezve a orgonának a felújítása, hál' Isten előre sikerült hozni, és június 22-én kezdődik, teljesen szétszedik az orgonát, augusztus végére fog elkészülni, megoldásokat találunk majd ahhoz, hogy ne legyen csend a templomban, hogy az éneket kísérje orgona, vagy az orgonát megfelelő hang kísérje, és így fog majd elkészülni. És akkor valóban azt mondhatnánk, hogy a nagy templom nagyjából elkészült, aztán de már megvannak tervek, hogy mi még halaszhatatlanul szükségesek, de majd később fogunk ezekről beszélni. Most csak meg szeretném köszönni, hogy a 10 éven keresztül nem csak külsőleg újulnak meg a templomaink, hanem azért lelkileg is, mert a lelkiséget mutatja a külső hozzáállásunk, és ha belsőleg megújulunk, belső van erőforrásunk, és sok mindenre késztet, és sok mindenhez erőt ad. Én csak utolsó mondatként a Szentírás szavát akarom idézni,
mindenre képesek vagyunk, sok mindent meg tudunk tenni, mert az Isten és vele együttműködünk nekünk is mindenhez erőt ad. Köszönöm.